Milyen felvonulás? Nem tudom, a belvárosban vonulnak a diákok. Ez itt a külváros. Most mindenki ott van, nem jöttök? Nem, most kezdtük el a második félidőt. Miért vonulnak? Nem tudom, valami szolidaritás. Vonultunk eleget, vonuljon már más is. Minden május 1-én. De hát most mindenki ott van. Mondtam, hogy nem megyünk. Ez most nem kötelező. Épp azért nem megyünk. Sztálint éltetni? Az már meghalt. Na is, akkor már nem szokták? Vonuljanak az irodisták. Meg kellene nézni. Na jó, gyertek. Folytassuk. Akkor nem jöttök? Én jövök. Buta prolik vagytok. És azok is maradunk. Juli! Mit akarsz? Gyere ide. Vigyázz magadra. Igenis, papa. És akkor végre Sándor Csigar is beáll a jobb szélre. A fiúk nem értették, de nekem nagy hír volt, amit a Juli hozott. Diáktüntetés Budapesten. Hát ez lehetetlenségnek számított azokban az években. Csak ünnepi felvonulások voltak, állami rendezvények. Tüntetés, sztrájk eszébe se juthatott senkinek. Meg voltak félemlítve az emberek. Mozdulni sem mertek. Tüntetés van. Az lehetetlen. Előbb betiltották, aztán mégis engedélyezték. De kik kezdték? A műegyetemisták. Szolidaritás a lengyelekkel. Miért pont a lengyelekkel? Mert ők is fellázadtak. Nem lázadtak fel, csak tüntetni. A szabadságért? A ruszkik ellen. Már itt is azt kiabálják, hogy ruszkik haza! Ruszkik haza! A BEM térre vonulnak. Megyünk mi is. Mit akarsz? Úgy nézel ki, mint egy kéményseprő. Hülye. Most mindenki oda megy. A Röltexben állítólag elfogyott a piros-fehér-zöld szalag. Biztos csak eldugták. Azt nem hiszem. Istenem, mi lesz ebből? Mikor volt itt utoljára tüntetés? 54-ben, amikor elveszítettük a foci VB-t. De most győzni fogunk! Megállás, emberek! Leszállás! Nem megyünk tovább, torlódás van. Én is megyek. Menjél csak, én maradok. Mindenki az utcán volt. Megálltak a villamosok. Előtte évekig nem volt tüntetés Budapesten. Csak egyszer. 54-ben, amikor elvesztettük a futballvilágbajnokságot. Akkor megmozdult a nép. Nem törődtek semmivel. Csináltak belőle. A rohadtak! A rádiósítvételt helyezd el a nyitott ablakon. Pontos közleményeket olvasunk fel. Kell még? Kell hát, a vállalaté.
Követeljük az összes szovjet csapatok kivonását. Összes csapat kivonását. És kivonulnak? Dehogy vonulnak ki? Ausztriából is kivonultak. Ausztria oda lett adva a nyugatnak, mi meg a szovjeteknek. Általános választásokat több párt részvételével. Ez elnyomás volt, diktatúra. Proletár diktatúra. Az volt a kizsákmányolás, amit ők csináltak. Az elvtársak. Mit akartok? Kapitalizmust? Miért ne? Nincs itt egy kapitalista sem, hát nézz körül! Hogy jobb legyen a melósoknak, azt akarjuk. Igazságos szocializmus. Olyan nincs. De lehet. Munkás autonómiát.